Egy nős, gyermektelen férfi, 2 éves szeretőt tart. A felesége tudja. Többször kérte már, hogy vessen véget ennek a kettős játéknak. A férfi megígérte, csak egy kis türelmet kért. El fog múlni, meglátom. És lesz, milyen vagyok. Ennek már 2 éve. A férfi 40-es, finom tiszta jellem. A lassú hanyag mozdulatai rendkívül kifejezőek. A nő neve Patrícia. Fehér bőr. Nyílt arc. Nyugtalan tekintet. Nyugtalan természet. Most különösen ideges. Elérkezett a pillanat, amikor végképp elege van ebből a szerető históriából. Egy este döntés elé állítja a férjét. Vagy ő, vagy én. És mint hogy a férfi nem tud határozni. Az asszony elmegy otthonról. Elköltözik. Átmenetileg. Szállodában. Férje elkísér. Veled megyek. Miért akarsz elkísérni? Mindig elkísérlek, most miért nem? Viszontlátásra. Illetve viszont hallásra, ha felhívhatlak. Nem hívhatlak fel. Férfi, leverteljük ki a szállodát. Nem tudja, hogy mit gondoljon magáról. És mit kezdjen ezzel a hirtelen jött magánnyal? Szeretne valahogy megszabadulni a benne bujkáló bűntudattól. Meg a keserűségtől, amit a feleség éjszakai elköltözése okozott. Ebben az egész. Házassági kalandban. Valami kevés örömöm volt. Kevés öröme volt. Vaj, még kevés. Szeretném mindezt elmondani valakinek. De nem jut eszébe senki, aki meghallgatná az éjszaka közepén. A legfőjebb a szeretője. Mint hogy az ügyben érintve van. Őt volna legkevésbé ajánlatos zaklatni vele. De nincs más választása. Vagy ő, vagy én. Megérkezik. És a nő álmos, puha, mesztelen karjában találja magát. Először is szeretkezik vele. Olgának csillogó a szeme. Tökéletes az orra. Mindenek tökéletes, már a jelleme is. A rejtélyes tulajdonsága, hogy mindig ki lehet találni, hogy hol van. Ott van, ahol keresik. Ennek a nőnek a puszta léte is öröm. Férfi elmeséli, mi történt. Elköltözött. Átmenetileg. Szállodába. Olga széttárja a karjait. Én? Mit tehetek én? Mondja a mozdulata. Aztán lassan könnyek gördülnek le az arcán. Ezt a szerepet, amit a feleségekkel együtt elmosztottatok élni. Én visszautasítom. Inkább félreáll és lemond a férfiról.
És ha kell, akkor eltűnik az útjából örökre. Nem szeret fájdalmat okozni másoknak. Inkább félreáll és lemond. Van olyan, ha kell, eltűnik örökre. Hol van? Ha elhagysz, szenvedni fogjuk. Legyő törzs. Korán. Másnap reggel, amikor egyedül ébred. Először fordul elő, mióta nős vagyok. Nem bírja tovább az előző nap feszültségét, búskomorságba esik. És fölhív nálad, és elvon nem vagy. Maradt a lakásban, és ez a máskor meghitt kis fészen. Az üres. Idegen, kietlen. Egy fiókban leveleket talál. Neked szólnak. De soha nem kaptad meg őket. Eljössz hozzám, az egész hetemnek megvan az értelme. Meg kell neked mondanom, hogy ez így nem megy tovább. Kinna a keservel várni a hétvégét, hogy aztán hétfő minden kezdődjön előre. Úgy érzem, összeroppanok. Mit lehet itt tenni? Szerinted lehet itt általán tenni valamit? Tegnap este korán feküdtem rá. Ki akartam sírni magam, gondolkodni akartam, és meg akartam könnyekülni. Sose láttam így szobában, hogyan múlik el az éjszaka. Az asztalon volt egy szál lilium. Illata betöltötte a szobát. A virág kejében van egy árnyék, attól még fehérebb a virág. Arcomat ebbe az árnyékba dugva, addig lélegeztem benne, amíg elszédültem. A hétfő reggel aludtam el. Ez régi levél. Mikor jössz? Nem jön. Sok dolga van, jó-rosszul elintézi őket. Este felé felmegy a szállodába. A feleségéhez. Közös barátnőjük társaságában találja. Mindketten be vannak rúgva. Láttad-e már minket ilyen állapotban? Patricia a kád szélén, most hányt bele. És a nehéz szag, mert csapja a férfi orrát. A barátnő, Lídia, a földön ül lótuszülésben, és úgy tartja a poharát, mint egy szálvirágot. Jössz a nép az én utcámba, kicsikén. Tudod, hogy én... Tudod, hogy én sose voltam 20 éves. 18 voltam, amikor hozzád mentem, és tessék, 30 lettem. És most egyedül vagyok. Nem hagyj el. Szukogva a férfi nyakorú. Nem hagyj el. Nem hagyj el. Valamikor így suttogta a fülébe, hogy szereti. Férfi magához üleli. Úgy, mint annak idején. Igen, de határozottan érzi, hogy semmi sincs úgy, mint akkor. Letűnt a nagy egyetértés kora. Most mindent a rossz lelki ismerete diktál. Azt is, hogy nyugtass meg, hogy nem hagysz el. Mindent. Azt is, hogy nyugtasson meg. Azt is, hogy nem hagy el. Csak menjen haza. Patricia, mint ha lökték volna, hátraugrik. Gyere haza! Nem! Amíg a férfi nem szakít azzal a másikkal. Vagy ő, vagy én! Mi mondatja a férfival, hogy jól van? Úgy lesz, ahogy gondolja, ez rejtély. Hiszen nem sírsz vissza egy kiégett kapcsolatot. Semmi kedvem újra. Ebben az egész házassági kalandban vajmi kevés örömöd volt. 12 év. És
Sokszor úgy éreztem, mint egy idegen földön járnék. Én ugyanezt éreztem mellette. Hát akkor... Nem értelek. Dehogy. Talán azért mond igent, mert a nő az ő számára már halott. És a holtak akaratát tiszteletbe kell tartani. Hogy azért, hogy elejét vegye a nagy jelenetnek, amelyhez nincsen meg a szövege. Azonnal. Elmegy Olgához, és megmondja neki. Megmondom azonnal. Ígéri? Igen. De ne csinálj ostobaságot. Ezzel nem oldasz meg semmit. Válaszképp a férfi lehajol és megcsókolja. Olykor-olykor előfordul köztük, megcsókolják egymást, aztán vége. Ez egy régi történet. A szád íze, mint régen. De minden más. Ne csinálj ostobaságot. Negyed óra múlva Olgánál van. A lány nemrég jött haza. Üres lakás. Mint hogyha azért ment volna haza, hogy őt várja. Gyengéd, szép és szerelmes, mint mindig. A férfinak eszébe se jut, hogy mit ígért Patriciának. Azt, hogy megmondja neki. Sőt, egész másról van szó. Házasságról beszélnek. Hogy köthetnék esetleg Mexikóban, egyúttal meg lenne a nászút is. De hogy ne. Összeházasodunk. Hogy? Úgy, hogy összeházasodunk. De meg én, felej. Mit feleljek? Nem. Még nem. Istenem, nem tudom. Nézzel rám, mintha őrültségeket beszélnék. Te biztos vagy benne? Te engem akarsz elvenni, te nem akarsz venni! De ha kérlek! Istenem, hogy értem, egyszerű minden! Te azt mondod, hogy én mindent világosan akarok látni, de én csak mindent magamban akarok tisztázni. Egész éjszaka együtt maradnak. És észre sem veszik, hogy örömükbe mennyi gyöngét figyelem fegyül. Ez semmit se jelent. Patricia, semmit! Tessék, nézd meg! Lídiának Kárnoktól. Évek óta forgatom az ujjamon. 18 éve. Pedig nem volt Kaszanova. Vegyész volt. Szervetlen vegyész. Éveken keresztül vártam, reménykedtem, bujkáltam, hogy rendezi végre a dolgait, és mi ketten együtt tiszta lappal. 9 éve volt nős. Ez egy egyetemi szerelem. Én a combomon, a nyakamon, a vállamon éreztem, hogy milyen rengeteg az a 9 év. Csupa kép voltam, szép marcangolt, ízekre tévedt, hetente kétszer. Szédültem, amikor nem volt, hanem émelyektem, kiszáradt a torkom. Úgy éreztem, belehalok, hogyha nem láthatom, és ő is egyre keserűbb, egyre üzöttebb lett. Éreztük, hogy nem bírjuk ezt tovább. Nem bírjuk tovább egymás nélkül, és akkor egy hétvégén hozta nekem ezt a gyűrűt, hogy Lidiának Kárlótól. A családja elutazott, és mi 3 napig együtt voltunk. Életemben nem nevettem olyan sokat. Ragyogtam, mint egy mennyasszony. 2,5 nap, majdnem 3. De a következő nap nem jött. Azt hittem, hogy valami baja esett, végig jártam az ismerős helyeket, de nem látta senki, hogy én miket gondoltam. Én csak kétségbeesésemben fölmentem a lakására, és ő nyitott ajtót. Valami ünnepség, családi ünnep, névnap, valami, egy csomó vendég, halál elől menekülő nagynénik a nagy asztal körül, meg gyerekek, köztük az ő gyereke is. Aki odállt elém a napja lába elé, és úgy nézett föl rám, a Kárló kicsire. Én meg csak ott álltam,
A szorítás a múló nyomával, a harapás a kétjével, és annyit sem tudtam kimondani, hogy szia, ennyit sem. És akkor valaki becsapta az ajtót, ki volt ez? Valami idődött, hallottam a választ. Miért engedik az ilyeneket szabadon járkálni? Istenem, hogy reménykedtem én, hogy majd ketten együtt tiszta lappal, házassággal, nászuttal, ugyanolyan mocsok, mint a férj. Ki? Elég! Könyörgöm, elég, idő, elég, mondtam ma! Kész! Vége, végeztünk! Én erre nem fogok rámenni. De azóta is hiányzik. Soha ilyen szerelmet, soha ilyen szeretőt, ilyen. Talán, ha akkor nem törsz rá. Mi? Ja. Na hát! Csillogó ablaküveg mögött. Barókkával volt, meg nagyszerűnek volt. Igen, és még fájtlat is viselt. Szép szinte. Mégsem költöztek össze. De sokat vannak együtt. Vendéglőbe is elviszik. Nézz hátra. Te mit csinálsz? Szia, Lidia! Gyere ide hozzá! Mindjárt! Villan! Ja, nem egyedül vagy. Olga, tudom, nem? Bocsánat! Menjünk, jó? Menjünk már! Kifordul az étteremből, és máshova viszi el Olgát. De az estéje már el van rontva. Egy éjszakai mulatóba viszi el, ahol egy iráni énekes valami szép szaggató, hosszadalmas daldalon bizonyos levelekről, amiket meg se kapott. Azt írtad, hogy nekem egy levelet, de nem kaptam meg azt a levelet. Azt mondod többször is írtál nekem, de mégsem jött meg a levelet. Írtam pedig én is egyet neked, teles írtam egy hosszú levelet. Minden szó gönnyes. Mi baj? Semmi. Semmi. Semmi sem. Szomorú vagyok, mint egy kutya. Milyen kutya? Milyen kutya? Egy nagy, szomorú kutya. Semmi. Nem szeretek fájdalmat okozni másoknak. Olga váratlanul elsírja magát. De ebben nincs bánat, nincs keserűség. Nincs semmi. Fáradt. Amikor visszatérnek a lakásba, akkor mind a ketten nagyon levertek. Azt hiszik, ők most boldogtalanok. Később az ágyban, közelebb simul a lányhoz. Azt hiszi, hogy Olga megsértődött a vendégről miatt, de nem. Olga nyugodt. Tökéletesen nyugodt. És zárkózott. Azért lát zárkózottnak, mert te elzárkózol ennyi. Ilyen vagyok. Sokszor azt érzem, hogy nem érzed jól magad. Jól érzem magam. Ilyen vagyok. Mi azért nem merlek felhívni, mert hát nem akarok a terhedre tenni. Csak ülök otthon és várom, hogy hív.
Te hív. De nap hívlak. Nem utazunk el valahova? Csókolja Olgát. Lekapcsolja a villanyt. Fekszik az ágyban, és Patriciára gondol. Másnap telefonon érdeklődik a barátnőnél. Patricia után. De csak úgy véletlen. Emberi kíváncsiság. Tisztában van vele, hogy fájdalmat okozott Patriciának. 12 év után egyedül maradni? Nem kis dolog. Segíts neki átvészelni ezeket a nehéz időket. Nehezen hiszi el, hogy a felesége már jól van. Szeretnék erről személyesen meggyőzni. Te csak félsz, hogy azt gondolja, hogy meggondoltad a dolgot. Ezért fordultam hozzád, a barátnőjéhez. És mit akarsz tőle? Kefélhetnéked van? Először nem érti. Hangja érdesen. Idegenül hangzik. Mi csodálhatnék? Olga már alszik, mire hazatért. Felriad a messzre. Úgy elaludtam, mint agyon vertek volna. Nem haragszol? Nem, de... Történt valami? Nem. Miért? Csak úgy. Örülök. És újra bocsánatot kér a tegnap estéért, a vendéglőért, ezért az egészért. Nem is tudja, hogy mi történt vele. Nem utazunk el valahova? Nyaka köré fonja sima langyos karját. Teste még forró az ágy melegétől. A férfi egy pillanatra elbizonytalanodik. Kettesben itt hagyhatnánk mindent. Elég lenne kinyújtani a kezét és megragadni a kínálkozó alkalmat. Pár napra, egy hétre, olyan hideg ez a tavasz. De nem teszi. Észre se vennék, hogy eltűntünk. Mit szólsz? Az ellenkezőjét teszi. Este a szállodában a feleségének azt mondja, hogy a szeretőjével vége. Meglátjuk. A férfi hallgat. És akkor most ide költözöl. Gyere haza. Mikor? Most. Szép napotok. A férfi nem felel. Megöregedtél. A férfi bólint, mosolyog. Mint ez az egész csak játék volna, vicc, szeszély, egy tréfa. Mintha nem is lenne igaz, ami történt. Még tennél nekem valamit? Hívd fel anyámat. Olyan régen nem látod. Anyádot? Patricia, kéreti magát, ezt nem tárcsáz. Az anyós az nem tud semmiről semmit, de azonnal várja őt, őket, mert a szülők nagyon szeretik Patriciát. Elméletben. A valóságban mintha nem is létezne. Számukra egy valaki létezik, ő, a fiú. Aki mellette él, az csak tartozéka. És miközben a két nő, mint két barátnő bevonulnak a hálószobába, a férfi az apjával marad, aki csak beszél, beszél. Mit van az ajtó? Látom a lábát. Estére vettem valamit. Nézd! Én úgy szeretem ezeket a kézzel öntött gyertyákat. Ez természetes viasz. Mély viasz. Igazi? Hason fekszel az ágyon. Olyan édes az illata, hogy napokon át érzem a hajomban, meg a ruhámon.
Anyám sug valamit. Meglátod, te is érezni fogod, és akkor rám gondolsz majd. Nevettek. Én az ilyen csavartat szeretem a legjobban, mint egy bábeli torony, vagy egy felcsavart szőnyeg. Hogy tudsz nevetni? Te nem is tudod, hogy én mennyire szeretek táncolni. Semmit nem változott a nevetésem. Annyi mindent nem tudsz még rólam. Ma éppen fél éve vagyunk együtt. 2,5 éve persze. Az anyós suttog, Patricia kacag, a férfi hallgat, az apja beszél. Repül az idő, elmúlik a délután. Amikor kilépek a házból, a férfi úgy lazán belekarol Patriciába. Együtt indulnak el. Egy irányba. És újra a szállodában találják magukat. Szeretkeznek. Egy éjjel arra ébredtem, mennyire hiányoznak a veled való szeretkezések. Zenélnek. És? Milyen finom zene, finom és hideg. Patricia feláll, és izgatottan föl lejárkál. Gyere, feküdj vissza. A ma legszívesebben meghalnék. Ez azért van, mert nem szeretlek. A nő képtelen egy helyben maradni. Szeretnék már is öreg lenni, tudván, hogy neked szenteltem az egész életemet. Én szeretnék többé nem is létezni, mert én nem tudnak többé szeretni. De ha így van, ha azt mondod, hogy legszívesebben meghalnál, akkor mégis szeretsz. Nem, ez csak számolom. Patricia, fejezzük be ezt a beszélgetést. Próbáljunk megkapaszkodni valami bizonyosságban. Én szeretlek téged. Te erőszakkal akarnál most először újra érezni, visszahozni ezt az érzést. Igen, én biztos vagyok ebben, mit mondhatok még. Menjünk haza. Lassanként, ahogy lehullott rólam az álom, meghallottam könnyű lélegzetedet. Az arcodra hulló hajfürtök között megpillantottam lehúnyt szemedet, és éreztem, hogy a meghatottság a torkomat folytogatja. Kiáltani szerettem volna, hogy felébresszelek, mert alétságod túlságosan mély és halálos volt. Karod és nyakad bőre élt a fülemben. Langymelegnek éreztem és száraznak. Szerettem volna, ha ajkam végig siklik rajta, de a gondolat, hogy megzavarhatom álmodat és ismét ébren feküdnél a karjaimban visszatartott. Azt akartam, hogy megmaradjon mint valami, amit senki nem vehet el tőle, mert egyedül az enyém. Ez a kép rólad örökre. Kitől van ez a levél? Tőled. A férfi Némán.
döbbentem mered rá. Azt hiszi, olyan zaklatott állapotban van, hogy szerintem megöregedett. Hiszen a férfi hirtelen magához szorítja, és kétségbe esetten igyekszik megcsókolni. Nem szeretlek már. Nem szeretlek. Te sem újra. Szeretsz már. Mondd ki! Mondd próbáljuk ki! Meg újra. Mondd próbáljuk ki! Meg újra. Próbáljuk meg mondd újra! Ki. Mondd ki! Engedi! Hagyja magát! Olyan lágy és tehetetlen, mintha aludna. Együtt indulnak el. Beszállok a liftbe, a lift ajtó becsukódik. Zökkenésmentes, halk zúgással sikló fülkében a férfi kerüli Patricia tekintetét. A kínos liftbeli pillanatokat. Mit akarunk mi egymástól? Nem tudom. Patricia mennyezetre bánt. Férfi a vezérlőtávára. És most akkor. A hangzungás megszűnik, és önműködően kinyílik az ajtó. Ragyog a nap! Az utcán senki. Távolban egy magányos nő. Teljesen ki vannak merülve, amikor kilépnek az utcára. Csak mennek egymás mellett itt szó nélkül. Most még Patricia jelenlétét is teresnek érni. Magányra van szükség. Hát nem is Patriciára, nem is Olgára. Magányra! Hogy mi értelme az életnek? Ezt kéne megtalálni. Ide figyelj! Hallgass rám! Próbáld meg vele! Hagyj engem! Elboldogulok én! Én nem azt akarom, hogy elboldogulj! Én azt akarom, hogy mosolyogj! Roberto, meg kell mondanom az igazságot. Nekem nincs szükségem senki. Senkire. 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 Tim levol a lakásban, tász vesz. Délben leengedi a redőnyt, és alszik. Este felöltözik, és elmegy Olgához, hogy elmondja, mi történt a szállodában. Mondanom valamit, hogy bántani fog. Száj. Igen. Száj. Tegnap. Történt velem valami igazán kellemetlen dolog. Éreztem. És? Ez az összes mondani való? Mit mondjak? Azt, hogy ocsmány dolgot műveltél, hogy undorodom tőled. Ne beszéljünk erről többet, jó? Vagy most csaltál volna meg vele. Először. Mit akarsz ezzel mondani?
semmi sem változott, ne félj. Olga, mi lesz? Én amit először megláttalak, tudtam, hogy... Tudom, hogy kutyáról fogok szenvedni, ha te elhagysz, ha végleg elhagysz. Én nem hagylak el! Te vagy a szerelmem. Te vagy a szerelmem, a születésnapom, a szilveszterem, a kokainom, mindenem, annyi minden vagy. Hirtelen elhallgat, elharapja a szót. De? De a boldogság az... az nem te vagy. Hát ki? Boldogság nekem egy olyan ember, aki nem érdekes. Te vagy a szerelmem. Milyen ember? Hallgass, minek mindent kimondani? Befelé fordult, és nem szólt többet. Hol van? Tudom, hogy nem alszol. Mit akarsz még? Mit akarsz ennél többet? Nem költözünk össze? Olga, hallgat. Alszik vagy hallgat, a férfi nem bírja tovább, felöltözik és lemegy az utcára. Nem tudja, hogy merre induljon el. Tesz egy-két lépést, megáll. Haragszol? Miféle alak vagy te? Halálvalóság volt Patriciát hitegetni. Anyáméknak hazudni, Olgának házasságot ígérni. Érett férfi vagy, akiből hiányzik a szerelemmel szükséges türelem. És önfeledtség. És már nincsenek szabaid a szerelemre. Lehet. És most? Nem tudom. Hova mész? Haza. Ki ez? Ne gyilkolj, idia! Haza. Nem vagy éhes? De. Elviszem valahol. Uh-huh. Nagyon jók a halak. Szavók, anyás. Rahal, könyörű! Nincs sajnálod minket, csak... a kicsi kéke. Nem, nem szeretem a madarakat, mint élő lényeket. Félek, irtózom tőlük. Miért, amit szeretsz élő lényt, azt megennéd? Azt hiszem itt. Például? Mit például? A például a macskát. Aha. A kis cicát? Kis cicát. Ez az édes aranyos szőrös kis cicát. Édes aranyos szőrös kis cicát. És például engem? Ha szeretnél egy lépős. Egy férfi és egy lépő. Engem parti étteremben. Roberto és Lidia. Fél szavakból is értik egymást. Van valaki? Én a magányos életre születtem. Túl érzékeny vagyok. Ezt a fogorvosom is mindig mondja. Megszépített, tudod? Hogy csináltad? Persze, de olyan kis gyúnyácska voltam. Most baj, hogy mondom? Nem, mások is ezt mondják. Viselkedsz, mint egy kurva. Tavaly már majdnem bele szerettem valakit. De ahogy, hát benne van a hiba. Vagy leigadok én valamikor. De tudod, hogy megpróbálok kapcsolatot teremteni valakivel. A szerelem az meg... Elilla! Lassan berúgnak. A grossz mi a világ. Egy méter, szere egy méter. De indulniuk kell. Odakint esik az eső. Nem jössz! Férfi. Kocsi vizes tetejéhez szúrítja a homlokát. Amikor felemeli a fejét, a nő látja, hogy sír. Vagy nevet. De
Vagy sír és nevet. Egyszerre. Csináltak ezekkel tövekkel. Gyere, kapaszkodj belém, gyere! Gyere! Rendet fogok tenni az életemben. Este újra a szeretőjén van. Azt mondja, hogy eltöltetek, hogy néhány kellemes órát, amiért élni érdemes. De Olga azzal fogadja, hogy elutazik. El kell menni a vidékre. Egy pár napra, egy kis faluba, a családjához. Máskor is voltam már ott. Egyszer veled együtt. Nem emlékszem. De ez most másfajta elutazás. Bizonyos értelemben ez az elutazás. Szándékosan intézted? Még nem láttam őket. Apának névnapja van. Csak próbálok rájönni, hogy őszinte vagy. Persze, hogy őszinte. De most akkor sincs kedvem veled menni. Nem baj? Igaz? Itt fönt, várjalak? Te vagy a szerelem. Mondd még egyszer. Nem. De igen. Nem. De igen. Nem mondom. De igen. Nem mondom. De igen. Nem. Mondd, hogy szeret. Szeret. Mondd még. Szeretlek? Nem szeretlek. Mondd szeretlek. Hagyja magát megölelni és megcsókolni, mielőtt felszáll. Férfi szemérmességből nem néz a távolodó szerelvény után. Ugyanezért nem hívja fel a lányt telefonon éjszaka. Csak másnap délután is az éjszaka folyamán többször. De Olga elment valahová. Nem idegesíti fel magát. Úgy is hív hazai. De Olga nem hívja. Hajnalban felül az első vonatra. Amikor megérkezik, a falu a reggel mozdulatlanságával dermedve fogadja őt. A férfi nem sír. Korai még Olgához menni. Felül a vízre épült presszó teraszán. Egy kávét rendel, s amíg kihozzák, az így ír egy képes lapot a feleségének. A kávét kortyolgatva a tájat szemléli. A táj nyugodt. Ő is nyugodt. Ezer meg ezer ember ébredezik azokban a házakban, és kezdi a napot. Csak egy hiányzik közülük. De ő ezt még nem tudja. Egy autóbaleset fosztotta meg az életétől. Amikor megérkezik a lányházába, a kórházba küldik.
megszíve testét egy fényes koporsó. Erőt vesz magán, visszatartja a könnyeit. Ettől a perctől kezdve ijesztő közönyű lesz rajta urrá. Még aznap este visszamegy a városba. A lakásban Patricia levele várja. Kéri, hogy hívja fel azonnal. Patricia? Mit akar még Patricia? A very small They say he wandered very far, very far, over land and sea. A little shy, inside the mind, but very wide was he.